milyen lehet az a gazdasági helyzet, ami miatt egy új politikai rendszert is ki kell találnunk egyebek mellett, ahogy hallhatták, ezt kérdezik a szocialisták. Lendvai Ildikó a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát olyan, gondolom én, bár nem fejtette ki a miniszterelnök, én meg azóta nem beszéltem vele, hogy hát valamiféle rendkívüli helyzet. Vagy ezt jelenti, vagy nem. Éppen ezért volna fontos a miniszterelnök úr magyarázatát hallani, mert azért nem semmi, és nem játék, amit elmondott. Az idézett és ismerté vált mondaton túl beszélt arról is, hogy fél-ázsiai származékoknál, akik mi lennénk, nem lehet, hát ugyanazokat a szelíd módszereit és szándékon alapuló módszereit alkalmazni az összefogásnak. Beszélt arról is, hogy nem ebben a pillanatban, de majd eljön az idő, amikor ő azt mondja a magyaroknak, hogy akkor egy még erősebb központi hatalomra van szükség. Éppen ezért éreztem szükségét, hogy éljek azzal a képviselői jogosítvánnyal, amely szerint írásbeli kérdést lehet a miniszterelnöknek és a kormánytagoknak is föltenni. Fontos, hogy hogy érti, tudnélik bizonyos elvi jogi lehetőségek már is vannak. Emlegette a rendkívüli állapotot, az új magyar alaptörvény különleges jogrend néven említi azokat a viszonyokat, amikor jó néhány alapvető állampolgári jogot és törvényt föl lehet függeszteni. Hát még a szociális ellátásokat is, nyugdíjakat, tehát mindent. Pontosan. Azt hadd jegyezzem meg, hogy a régebbi alkotmány, a 2011 előtti még köztársasági alkotmány, az elég széles körben felsorolta a jogokat, amiket ilyenkor, tehát még egy hadi állapotban, ne adj Isten, se lehet fölfüggeszteni. Ezt a kört, tehát a fölfüggeszthetetlen jogok körét, az új alaptörvény eléggé leszűkítette. Most se lehet embert kínozni, meg az élethez való jogát elvenni valakinek, hát hála jó Istennek. De már például az új alaptörvény szerint az ilyen kivételes, különleges jogrendben el lehet venni valakinek a nyilvános tárgyaláshoz való jogát, vagy a fellebezéshez, a jogorvoslathoz való jogát, fel lehet függeszteni a nyugdíjrendszer működését, a pártrendszer működését. Gazdasági válsághelyzetet, vagy nem tudom, tényleg ne adj Isten, katonai válsághelyzetet, hadiállapotot, amiben mi úgy vagyunk részesek, hogy még a nyilvános tárgyaláshoz, vagy egyáltalán tárgyaláshoz való jogot is fel kell függeszteni. Vagy a tulajdonhoz való jogot, mert például ez is fölfüggeszthető. Én eddig nem tudtam elképzelni, mivel szerencsére Magyarország nem háborús viszonyok között él, és eddig ugyan nem tetszett az alaptörvénynek ez a nagyon megengedő passzusa, ami kevés jogot jelöl meg arra, hogy na ezt aztán akármi szent van. Szent és sértetlenes nem nyúlhat hozzá. Igen, ez ugyan nem tetszett, de hát ezt valami ilyen elvi jogi lehetőségnek véltem. Megjegyzem, már a mostani alaptörvényben sem csak kvázi hadiállapot esetére tartják ezt a kivételes, különleges jogrendet alkalmazhatónak, hanem például természeti vagy ipari katasztrófa esetén is, ahol már kezd egy picit veszélyesebbé, vagy inkább gumiparagrafussá válni a dolog. Éppen azért kezdtem el aggódva gondolkodni miniszterelnök úr szavain, mert ő ezek szerint valamilyen másfajta politikai rendszert, ami lehet, hogy hasonlít az alaptörvényben vázoltakhoz, lehet, hogy nem, ezt ilyen általános gazdasági kényszerhelyzetben is elképzelhetőnek tart. És tudom, arról beszélt. Tehát nem arról beszélt, hogy mi lesz akkor, hogyha minket... A Mars lakók megtámadnak. Megtámadnak a Marsról. Igen. Tehát nem erről beszélt. Igen. Vagy hadat üzen nekünk X ország. Hanem a gazdasági helyzetről beszélt, új gazdasági berendezkedés kell Európában, és hát Isten ments, hogy most azon kelljen gondolkodnunk, hogy valami más politikai rendszert kelljen kitalálnunk és bevezetnünk, mint a demokráciát, a gazdasági túlélés érdekében. Pontosan. Tehát a gazdaságról beszél, a gazdasági túlélés, legyen az bármilyen pénzügyi, gazdasági válság, hozhat olyan helyzetet, hogy nekünk politikai rendszert kell váltanunk? Ő ezt mondta legalábbis. Igaz, hogy úgy fogalmazott, nagyon korrekten idézett, hogy reméljük, hogyha Isten megsegít, akkor nem kell ilyen
nem demokratikus, demokráciától eltérő politikai rendszert bevezetni. De hát ezt én nagyjából ahhoz tudom hasonlítani, hogy mondjuk megyek az utcán hazafelé, elém áll egy ember, és azt mondja, hogy remélem az Isten megsegít, és nem kell téged leütnöm és kirabolnom. Nem azt fogom gondolni, hogy de derék ember ez, hanem azt fogom gondolni, hogy Jézus Mária, itt egy utonálló frocsiz engem. Hogy ő engem leüt és kirabol. Na most épp ezért szeretném miniszterelnök úr válaszát, hogy mi az, ami megfordul az ő fejében, ráadásul, ha megfordul, mert megfordul, akkor ezt a gazdasági szükséghelyzetet mégis mivel jellemezni? Ki dönti el, hogy ez a szükséghelyzet előtt vagy nem? De milyen államcsődről beszélhetett? Például, el tudom képzelni. De... És ha államcsőd lesz, akkor kész, akkor befejeztük a demokráciát? Ez a mondat megengedhetővé tesz egy olyan értelmezést. Én nagyon remélem, hogy nem ezt jelenti, de épp észre nem nagyon tudok más értelmezést találni. Ráadásul már kicsit utaltunk rá, vannak más olyan mondatok, amiket lehet ezzel az idézett rejtélyes és veszélyes mondattal összefüggésbe hozni. Hiszen ha azt mondja, hogy mi mint idézem, fél-ázsiai származékok, kicsit másfajták vagyunk. Úgy lehet ezt értelmezni. Nekünk az erő kell, igen. Igen. Még azt is mondja, hogy nem merem újból a centrális erőtér kifejezést használni, mert, most szó szerint idézem, mert elég bántó a megfogalmazás, attól az értelmiség felizgul, mondja ő. Ezért inkább úgy mondjam, hogy mi olyanok vagyunk, hogy itt mindig kell egy vezérerő. Ez nagyon egybecseng azzal az előző mondattal, ugyanebből a beszédből való mondattal. És még el is gondolkodtam, hogy ha mi magyarok, ilyen fél-ázsiaiak vagyunk, most nem menjünk bele, hogy ebben mi a jogosulatlan, meg hogy volt történelmileg. Akkor például a finnek is fél-ázsiaiak, egy helyről jöttünk úgy nagyjából. Akkor mindazok a népek nem igazán demokratikus ösztönűek, kvázi genetikusan, vagy nem is tudom, földrajzi történelmi származás okán. És tessék mondani, ki lehet ebből nőni? Ha kicsit fejlődünk, akkor lehetünk negyedásiaiak. Hát a genetikusan akkor nem. Hát ettől tartok, hogy ha onnan jöttünk, hát onnan jöttünk. Tehát nekünk erő kell. Tehát az erő, ami összetart minket, ad egy irányt, megmondja, merre van az arra, és akkor egy ilyen hosszú B és E hang hallatása után mi megmegyünk. Igen, ez a birkapásztor logikája. Nem véletlenül idézte a be hangot. Ez nem egy mégiscsak magát demokratikusnak nevező köztársaság, ha még lehet ezt mondani, miniszterelnökének logikája. Ezért aggaszt. És ha összeteszem más beszédeivel, bár tényleg nem akarok filológusa lenni a miniszterelnök szövegeinek, bár hát nyilván van jelentősége a miniszterelnök mondatainak, de ha a Tusványosé, tehát a Tusnádfürdőn elmondott beszédével vettem össze, ott meg azt mondja, hogy régen, a 90-es években ő is azt hitt, hogy az elvek és az intézmények a fontosak, hogy azok elrendezik a világot. Na most már tudja, hogy az emberek, a személyi hatalmi viszonyok a fontosak. Most ha ebbe belegondolok, hogy azt mondja, hogy új korszak jön, nem az elvek és intézmények elrendezett világáé. A személyi hatalmi? Hát azt mondja, hogy ahol az emberek és a személyi hatalmi viszonyok a fontosak, akkor az én sorsom, vagy a nézőjé, vagy az öné, ezek szerint ebben az új korszakban valami személyi hatalomtól függ, és nem számíthatok a demokratikus intézményekre és az eddig vallott elvekre. Ez is összecseng ezzel a bizonyos másfajta politikai rendszer perspektívájával. Nézze, nincs üldözési mániám. Nem mondom, hogy holnap reggel, vagy nem tudom, mikor jön haza a miniszterelnök a szabadságáról, összehívja a parlamentet, vagy össze se hívja, ha olyan a helyzet, és azt mondja, hogy itt a gazdasági kényszerhelyzet, új politikai rendszer van, bevezetem ezt a bizonyos különleges jogrendet, amit az előbb próbáltunk pár mondata jellemezni. Nem hiszem, hogy ezt megteszi, megteheti-e. De kijelölt egy nem kötelező, de lehetséges útirányt. És ez más összefüggésben rendez el sok mindent, ami eddig is történt Magyarországon az emberi jogokkal és a demokratikus intézményekkel. Azt mondanám, mert ugye az Emberi Jogi Bizottságban dolgozván mindig csinálok a leltárt, hogy hol tartunk épp az emberi jogokban. Hát jó néhány redukálódott, ezt tudjuk. Szegény ombudsmannak már minden nap alkotmánybírósághoz kell fordulnia, mert más nem fordulhat.
De eddig úgy mondanám, hogy a jogoknak a redukálása egy mennyiségi változás volt. Mondjuk, ha azelőtt Magyarország háromnegyedre állt a demokratikus jogok tekintetében, mert ötös nem adnék magunknak sem, már korábbikhoznak sem, akkor mondjuk leromlottunk kettesre. De ez a perspektíva, ez már másról szól, nem arról, hogy kettesből egy-ketted lesz, hanem hogy kiiratkozunk az iskolából. Ezért tartom fontosnak a miniszterelnök úr saját autentikus értelmezését. E logika alapján mondhatja azt például a miniszterelnök, utalva a beharangozó múlt heti a vállalkozók előtt tett kijelentésére, hogy hát nehogy Isten, de mégis megadta a jóisten, és sajnos ez van, eurózóna, Európai Központi Bank nem úgy döntött, ez van, az van, és akkor most az alaptörvényünk szerinti különleges jogrend lép életbe. Ez alapján nem vagyunk államcsődbe, mert mi nagyon jól kormányzunk, különösen unortodox gazdaságpolitika révén, de a gazdasági válság, ami sajnos minket is jelent, az most azt indokolja, hogy például nem tudunk fizetni nyugdíjakat. Nem hiszem, hogy ezt akarja mondani, mert nem is politikai érdeke, hogy ezt mondja. Egyáltalán gondolom én, nem. De csak ezek a mondatok mégis valamilyen lehetőséget festenek fel, és mondja már, mibe kerül egy kétharmaddal még úgy tovább szélesíteni az alaptörvényben megfogalmazott különleges jogrend föltételeit, hogy ne csak a szükséghelyzet, a természeti vagy az ipari katasztrófa, hanem mondjuk az államcsőd fenyegető veszélye is benne legyen. Ez két nap nagyjából a Fidesz frakciónak, mint tudjuk. Nem gondolom, hogy erre készül, mert azt hiszem ez az ő politikai öngyilkossága, és már sokkal jobban zavar az, ami az országgal történne. De hogy nem tartja ezt lehetetlennek, hogy el tud képzelni ilyen helyzetet, hát erről szólt ez a beszéd, másképp nehéz olvasni. Abban biztos vagyok, hogy ez nem egy elszólás volt a miniszterelnök, nem olyan, aki egyszer csak így elkottyint valamit. Főleg, hogy több mondat áll össze, és másik beszédben lévő mondatok. Majd meglátjuk, hogy mit fog válaszolni az ön kérdésére, és akkor talán okosabbak leszünk. Házszabály szerint 2 hét múlva kell ilyenkor választ kapni az embernek. Gyorsan hozzáteszem, hogy a miniszterelnöknek joga van valamelyik miniszterét vagy államtitkárát is megbízni a válaszsal, de hát ez elég sajátos lenne, hiszen a saját mondataiért mégiscsak neki kellene helyt állni. Nem akarok előre semmit, nem is szabadna. Na mindegy, szóval én már úgy hallom a fülembe a választ. Tehát a szocialisták jobban tennék, ha, de hát majd, hát ha kiderül az is, hogy mire gondolt pontosan a miniszter. Ha a válasz köszönöm. Ez, akkor ez beigazolja a mondatokkal kapcsolatos rossz aggodalmainkat. Köszönöm szépen a hétfőn. Én is köszönöm.